Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Az Oxigén Televízió regionális hír összefoglaló műsorát látják július 9-én kedden. Válaszolt a megyés püspök a győri aporiskolába járó diákok szüleinek. Aszfaltos burkolatot kap a Vár-Balog és Albert Kázmér puszta közötti út, és kisorsolták a női kézilabda NB1 menetrendjét. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. 15. alkalommal rendezik meg a Fröccs napokat Győrben. A tavainál nagyobb lesz a Fröccs terasz, és koncertekkel is készülnek a szervezők. 17 országból érkeztek diákok Győrbe a Nemzetközi Lions ifjúsági cseretábor keretében, többek között Közép- és Dél-Amerikából, de még Afrikából is jöttek fiatalok. A Szegedi Világbajnokságra készül Balla Virág és Takács Kincső. A két győri kenus az olimpiai kvótáért utazik. És marad a hűvös, borús időjárás, adásunk végén jön a részletes időjárás jelentés. A tavainál jóval nagyobb lesz a Fröccs terasz, és zenei csemegék sora is követi egymást a 15. győri Rotary Fröccs napokon. Július 26-a és 28-a között 12 faháznál lehet majd kortyolni a Széchenyi téren, ahol a fröccsözés idén is a jótékonykodásról szól. A Rotary klubok a bevételt ezúttal is saját karitatív céljaikra fordítják, a legnagyobb összeggel pedig ezúttal is a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyt támogatják. Szinte porzik. Bor és hozzá egy kis szóda. A kellemes nyári ital sokak kedvence. Idén már a 15. Fröccs napokra készülnek a városban, ahol ezúttal 12 faház kínálja majd a frissítőt. A határon túlról és az ország különböző pontjairól érkeznek Rotary klubok a rendezvényre, rajtuk kívül pedig a borlovagoknál és az egyik motoros egyesületnél is lehet majd jó ízűeket kortyolni. A fesztivál fő célja ezúttal is a jótékonykodás, a bevételt karitatív programokra és a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyre fordítják a jövőben a szervezők. Alapvető célja nyilvánvaló az, hogy támogassunk valami olyan nemzeti identitásilag fontos feladatot, mint itt például az anyanyelve, amely azt hiszem tényleg a legalapvetőbb sajátunk, és hát ha ezeket támogatjuk, akkor azokat az ifjakat, akik ide eljönnek évről évre, most már 55. éve, a Kárpát-medence különböző magyar lakta területeiről, azt mindenféleképpen megerősítjük abba, hogy saját nemzeti identitásuk roppant fontos, anyanyelvük használatának minél jobb színvonala pedig ugyanilyen fontos. Minden évben nagy sikert arat a rendezvény, a Fröccs mellé pedig idén is számos izgalmas játék és kulturális csemege várja a fesztiválozókat. A célközönségünknek szerettünk volna olyan programot nyújtani, ami még inkább fröccsözésre, azaz jótékonyságra búzdítja őket. Lesz kezesjábos játszóház is, ami egy labirintus játék, tulajdonképpen három ember játssza ezt egyszerre, és ez nem szól másról, mint az együttműködésről és a kooperációról, de kisebbeknek is szolgálunk játékkal, amit a Sas és Kos üzlet játékvezetői segítségével bonyolítunk. A három nap alatt természetesen lesznek zenei, kulturális csemegék is, igyekeztünk minden korosztálynak megfelelni, hiszen lesz blues, jazz, swing, latinos zene is. A győri nyár idén is izgalmas, számtalan fesztivál és rendezvény lezajlott már a városban, a következő hetekben azonban további programok várják a győrieket és a városba látogatókat egyaránt. Hátra vannak még további nyáresti koncertek, további más városrészben megrendezendő nagyszabású rendezvények. Augusztus 3-án Gyadi Városi Tóparti lesz, augusztus 20-án a szokásos többnapos marcalvárosi rendezvény kerül megrendezésre. Lesz minden városrészben kisebb-nagyobb koncert, akár Likócson is, vagy akár olyan település részeken is, ahol egyébként egy nagyobb rendezvény van. Úgy azt gondolom, hogy valóban minden hétvégén tudunk olyan programot találni Győrben ingyenesen, ahol ki tudunk kapcsolni akár koncerteken vagy fesztiválokon. A 15. győri Rotary Fröccs napokat július 26-a és 28-a között rendezik meg az előző évekhez hasonlóan a Széchenyi téren. Válaszolt a megyés püspök az aporiskolába járó diákok szüleinek. Ahogy arról híradónkban is beszámoltunk, azért kezdtek tiltakozásba, mert az egyházmegye nem hosszabbította meg Kis Zoltán intézményvezető szerződését.
Veres András nyílt levélben azt írta, az igazgatóval személyesen közölte, hogy nem kívánja meghosszabbítani július végén lejáró szerződését, ugyanakkor tanárként továbbra is számít rá az iskolában. A szülői munkaközösség ezután újabb levelet küldött el a megyés püspöknek, amelyben azt kérték, még ebben a hónapban szeretnék megismerni az új igazgatót, hogy eldönthessék, támogatják-e a kinevezését. A tanév kezdésre minden iskola rendben megkapja a megrendelt tankönyveket. Ezt az oktatási hivatal elnöke közölte hozzátéve, hogy idén a tavainál 500 000-val több tankönyvet rendeltek az intézmények. Rétvári Bence államtitkár elmondta, az új tankönyvjegyzékkel az iskolák jobban megtalálták a számításaikat, ugyanis az erre fordított költségek 700 000 000 forinttal csökkentek a tavalyihoz képest. Aszfaltos burkolatot kap a Várbalog és az Albert Kázmér puszta közötti út. Eddig itt murvás, kavicsos út húzódott, a készülő útszakasz teljes hossza csaknem 4,5 km. Az épülő új út biztosítja a települések közötti forgalom zavartalan haladását, valamint az ausztriai féltorony megközelíthetőségét. Miután az útszakasz elkészül, a közlekedőknek nem kell János Somorja felé több kilométeres kerülővel Ausztria felé utazniuk, így rövidül az utazási idő. Autóba rohant egy motoros pápa belterületén, a kocsi éppen az útra próbált meg kikanyarodni egy ház elől, a motort vezető férfi pedig túl hamar ért oda. A motoros észlelte, hogy közel van, le is fékezett, ennek ellenére belecsapódott az autó hátsó ajtajába. A 30 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem sikerült megmenteni az életét. A helyszínelés nyomai a Táncsics Mihály utcában. Itt történt a kedreggeli tragédia. Az autó hátsó ajtaján jól látszik a horpadás. Ezt fejelte le a motort vezető férfi. Ebből a kocsi beállóból próbált meg kihajtani az autó sofőrje, aki viszont nem tudott teljesen kifordulni az útra, mielőtt odaért volna a motoros. Egy motorkerékpár közlekedett pártán a Táncsics Mihály utcában, amikor egy ott lévő ingatlan udvaráról egy személygépkocsi állt ki. A motorvezetője ezt észlelve fékezett, elesett, és a motoros az autónak csúszott. Úgy tudjuk, a 30 év körüli helyi férfi éppen munkába tartott, mikor bekövetkezett a baj. Az ütközés után a motor egyébként még hosszú métereken át sodródott, több házzal arrébb állt meg. Tőlem ment el az illető, nálunk tartózkodott előtte, és ahogy ő beüt az autóba, elnézett jobbra-balra, aztán ki akart kanyarodni. De hát úgy nézett ki, hogy nem volt idő, mert egy másodperc múlva atombombaként belecsapódott a hátuljába a motoros. Azt már csak azt láttam, hogy a motor megy tovább, az autó meg már hát volt a másik sávba, és átment a másik sávba, és belefáját a hátsó autóba. Szerencsétlen motoros. Én éppen kimentem a szobába, egy nagy csattanást hallottam. A párom nézte a tévét, az észrevette egyből, a balesetet ugrott ki. Én akkor még nem mentem ki, már a rendőrök itt voltak, mikor én kimentem, és akkor láttam, hogy egy urott fekszik az ágy a földön, de az arcát semmit nem lehetett látni. Innen egy fiatal hölgy futott, az ment először segítséget adni neki, mielőtt még eljöttek a mentők meg a rendőrök. A becsapódás következtében a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hiába érkezett hozzá mentőhelikopter, életét már nem tudták megmenteni a szakemberek, a történtek a helyieket is megdöbbentették. Még most is az alatt, a sok alatt vagyok, én is láttam, rettentően megdöbbentő. A helyiek azt mondják, ezen az útszakaszon gyakori, hogy száguldoznak a motorosok. A környéken élők szerint most is amiatt történhetett a baleset, mert a motoros gyorsabban ment a kelleténél. Én szerintem nem volt ideje a kocsinak áttérni. Nem volt neki annyira gyorsan jött, meg a motornak a távolsága, ahova még elment tovább a motor, az elárulta, hogy nagyon gyorsan jött, meg a hanghatás miatt is. A másik az, hogy nagy szerencséje volt az innen kiforduló autósnak, hogy ne hátsó ajtó érte, mert ha a motor keresztbe kapja az autót, akkor őt se vették volna ki. Ez az igazság, hogy ez nem volt a levegőbe, mert itt úgy mennek el a motorok, meg az autók is sajnos, hogy csak azt lehet hallani, hogy valami elhúzott. Úgyhogy ez nem volt szerintem nagyon a levegőbe, hogy itt valami történik.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Sikeresen indult a nyári véradó kampány. Július első hetében a vártnál is több önkéntes jelentkezett. A kampány tovább folytatódik, ugyanis minden nyáron komoly erőfeszítéseket igényel, hogy zökkenőmentes legyen a vérellátás. Ehhez naponta 1600-1800 véradóra van szükség, amit a szabadságok idején nem könnyű teljesíteni. 25 külföldi diák vendégeskedik Győrben a Lions Klubok nemzetközi szervezete indított csereprogramot, ennek keretében érkeztek a városba a fiatalok. A Lions Club egy olyan önkéntes alapon szerveződő közösség, amely 20-30 fős klubok összességéből áll, összesen közel 1,5 millió tagja van Magyarországon és további 205 országban, elsősorban a látás megőrzése, a környezetvédelem és a gyermekrákban szenvedők érdekében tevékenykednek. Győr idén második alkalommal ad otthont a Lions Klubok nemzetközi szervezetének ifjúsági csereprogramja táborlakóinak. Hétfőn a Városházára látogattak a résztvevők, ahol Radnóti Ákos alpolgármester fogadta őket. Nagyon fontos a kapcsolatok építése, hiszen itt vannak akár Dél-Amerikából, nem csak európai országokból érkeztek, úgyhogy fontos, hogy mindenhova vigyék a város jó hírnevét, megismerjék ezt, hogy mennyi lehetőség van egy közép-európai városban, és hát azt gondolom, hogy Magyarország második legfontosabb városában, hiszen élen járunk a gazdaságban, most már a turizmusban, oktatás területén, kultúra területén, sport területén, hát elég sok szín, amit a városban meg tudnak látni és megismerni, és azt gondolom, hogy ez példa lehet más város számára, és itt jó környezetben vannak, és jó körülmények között tudnak most kikapcsolódni, kicsit tanulni és pihenni. A több mint 100 éves szövetség elsősorban vakok és gyengén látók támogatására alakult, de sokféle karitatív tevékenységet is végez, és a világ legnagyobb jótékonysági szervezete. Az idén 17 országból érkeztek a résztvevők. Akik idejönnek, ők egészséges gyermekek tulajdonképpen, és valamilyen klubnak az ajánlásával. Nyilván van közöttük hátrányos helyzetű is, akik az úti költséget, a regisztrációs díjat megkapják a kluboktól, mert gyakorlatilag ennyi költség vonzata van ennek a dolognak. Akkor, amikor pedig már megérkeztek, a fogadó ország 3 hétig, illetve 4 hétig maximálisan ellátja őket. A szervezők évről évre változatos programokat terveznek a táborra. Elsősorban megismerni hazánkat, a magyar lajonok munkáját, és minden programban ott vannak az érzékenyítő programok, hogy a látásvédelme, a környezetvédelme, diabétes szűrés, a rákos gyerekeknek a támogatása, ezek a fő irányok, amikkel elsősorban a Lions foglalkozik. A cseretábor július 7-től 12-ig tart. December végén találkozik először a címvédő győri Audi Etók AC és a Ferencváros a női kézilabda NB1-ben. A szövetség kedden készítette el a bajnoki sorsolást. Honlapjuk szerint a Bajnokok Ligája aranyérmes győriek az EHF Kupa győztes Siófok otthonában kezdik a szezont szeptember 1-én, majd jövő májusban Kisvárdán fejezik be azt. Az időpontok a nemzetközi kupa szereplések függvényében még változhatnak, a hivatalos menetrend várhatóan augusztus elejére készül el. A bajnokságban idén sem lesz rájátszás, 26 forduló után győztest hirdetnek. Csütörtökön kezdődik Győrben a junior női kézilabda Európa-bajnokság. 2001 és 2009 után rendeznek újra a korosztályos kontinens tornát a városban. A mieink az első napon Montenegróval találkoznak este 6:30, majd Ausztriával és Spanyolországgal is összeméri tudásukat a csoportban. A magyar együttes jó néhány győri kötődésű fiatallal, a kölcsönben az MTK-nál szereplő Pál Tamarával, a Moson-Magyaróvárhoz szintén kölcsönbe érkező Kellerman Dórával, valamint a Vasashoz átigazolt Szilovics Fannival vág neki a kontinens viadalnak. Balla Virág és Takács Kincső a Győri Vízisport Egyesület tagjai az augusztus 21-e és 25-e között zajló Szegedi Világbajnokságra készülnek. Céljuk az olimpiai kvóta szerzés, valamint a dobogó egyik foka. A magyar kenús páros egy hónappal ezelőtt a verhetetlennek tartott kanadai duót előzte meg a világkupán. Készül Balla Virág és Takács Kincső a szegedi kajakkenu világbajnokságra. Az egy hónappal ezelőtti világkupán a verhetetlennek tartott kanadai párost előzték meg,
ami önbizalmat adott számukra. Azt vettük észre, hogy még a mezőnyben lévő sportársak is nekünk szurkoltak, mert tényleg most úgy érezzük, hogy egy kisebb fal ledőlt, hogy végre valaki megverte a kanadaiakat, de hát ugye nagyobb jelentőséget nem tulajdonítunk neki, mert egy felkészülési verseny volt. Nagyon nagy visszhangja volt, hogy sikerült megvernünk a kanadai párost, úgyhogy igazából nagyon örülök neki, hogy sikerült ott nyernünk, de a fő hangsúly most a világbajnoksági felkészülésen van. A 6 hét múlva kezdődő világbajnokságon az olimpiai kvóta szerzés és a dobogó egyik foka a cél, amire jó eséllyel pályáznak a magyar lányok, mert kiváló párost alkotnak. Nagyon jó párost alkotunk Kincsővel, tényleg mindent meg tudunk beszélni, úgyhogy az az erősségünk, hogy mi jóba is vagyunk a párosba, és egymásért is küzdünk, és nem csak az eredményért, úgyhogy ezt kihasználva szoktunk versenyezni. Szerintem a párosban nagy közöttünk az összhang, mindent meg tudunk beszélni, meg az, hogy egyesben is az edzéseken tudunk egymással versenyezni, és párosban ezt össze tudjuk rakni. A VB augusztus 21 és 25-e között zajlik. Nagyon 15. alkalommal rendezik meg a Fröccs napokat Győrben. A tavainál nagyobb lesz a Fröccs terasz, és koncertekkel is készülnek a szervezők. 17 országból érkeztek diákok Győrbe a Nemzetközi Lions ifjúsági cseretábor keretében, többek között Közép- és Dél-Amerikából, de még Afrikából is jöttek fiatalok. A szegedi világbajnokságra készül Balla Virág és Takács Kincső. A két győri kenus az olimpiai kvótáért utazik. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Térségünkben szerdán napos, száraz idő várható, élénk északi, északnyugati széllel, helyenként gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Hűvös lesz a szél, pedig még tovább csökkenti hőérzetünket, 22-23 foknál sehol sem mérhetünk majd többet. Éjjel is kevés lesz a felhő, számottevő csapadéktól mentes hideg idő ígérkezik, mérséklődik a légmozgás. Csütörtökön kissé emelkedik a hőmérséklet, mérsékelten meleg időben bízhatunk. Eleinte napsütés, majd felhősödés valószínű, északkeleten, valamint nyugaton egy-egy záporral, esetleg zivatarral. Pénteken, szombaton már nagyobb területen számíthatunk záporokra, zivatarokra, és kevesebb lesz a napsütés, különösen szombaton. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió július 9-i regionális hírműsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Holnap este 7 órától újra jövünk majd térségünk legfrissebb híreivel. Nézzenek bennünket akkor is, tudósításainkat addig is megtalálják a weboldalunkon, a www.o2hír.hu-n, vagy az Oxigén Hírügynökség Facebook oldalán. Kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.